A sütőipar felkészült a koronavírus okozta problémákra és változásokra. A kormány által hozott intézkedések bejelentésekor felvásárlási hullám indult meg a sütőipari termékek iránt, ezért a vállalkozások is kénytelenek voltak felhalmozni a készleteiket. Azonban ez mára megváltozott, mondta el televíziónknak a Magyar Pékszövetség alelnöke. Közben ugye a bevásárlás elhamozása után csökkentek a forgalmak. Nagyon fontos az, hogy nagyon sok sütőipari vállalkozás közintézmények is szállít, és miután a közintézmények, iskolák, óvodák bezárták a kapuikat, így jelentős volt az azon sütőipari vállalkozásoknak a száma, akik egy jelentős termelés visszaeséssel szembesültek. Volt olyan vállalkozás, aki 80%-os termelés visszaeséssel is megkövetkezett. Azon vállalkozások, sütőipari vállalkozások, akik ugye az áruházláncokba szállítanak, ott olyan változás következett be, hogy nyilván ott is csökkent a pékáruknak a megrendelése. Elsősorban a finom pékáruk, főleg a finom süteményeknek a piaca esett vissza. A kenyérpiac az vélhetően úgy tűnik, hogy nem esett a kenyérgyártás jelentősen vissza. A kereskedelmi láncokba szállítóknak ezen túl a termékeiket csomagolva kell a boltokba eljuttatniuk, azonban ennek a többlet költsége őket terheli, ahogyan a szakboltok eladóit a vevők életkorának ellenőrzése. Ezeken túl a húsvétig vagy akár tovább is tartó korlátozások is jelentős visszaesést hozhatnak az ágazat résztvevőinek, a vállalkozóknak pedig fel kellett készülniük a visszaesés kezelésére. A visszaesés következtében, akinek ilyen jelentés a visszaesése, nyilván ott az elsődleges feladat az, hogy a szabadságokat adjuk ki a dolgozóknak, de ahol ilyen jelentés, ott nyilván működőcsökkentés, illetve elbocsátások is bekövetkeztek már. Nagyon bízunk a kormánynak a gazdaságpolitikai intézkedésébe, segíteni fogja az ágazatot béltámogatással vagy valamilyen formában, hogy meg tudjuk tartani a dolgozóinkat, ne kelljen elküldeni őket, és ezáltal ki tudjuk szolgálni sütőipari termékekkel a lakosságot. Az alapanyagok, a megfelelő mennyiségű búzakészlet, valamint az élesztő rendelkezésre állásának köszönhetően nincs, és a későbbiekben sem lesz fennakadása a sütőipari termékek forgalmazásában, tette hozzá Lakatos Tibor.